Közel áll a megállapodáshoz a kormány és Pécs a repülőtérről, jelentették be a polgári oldal politikusai csütörtökön. A pécsi önkormányzat rendelkezik a többségi tulajdonnal, ezt adná el az államnak. Cserébe a kormány olyan fejlesztésbe kezd a légikikötőben, hogy kialakíthasson egy forgalmas nemzetközi repteret Baranyában. Elindult a kormánynak az a repülőtér fejlesztési programja, amelyben nagy tárgyalások előzték meg azt, hogy a Pécs-Pogány repülőtér lehessen a dél-dunántúli régiónak a dedikált kormányzat által fejlesztendő repülőtere. Nyilvánvalóan érzékelhető, hogy egy város erejét meghaladja egy nemzetközi repülőtér működtetése. Ezért az a fontos számunkra, hogy az állam lépjen be partnerként a repülőtér fejlesztésébe. Ehhez kell a többségi tulajdon megvétele a várostól. Korábban a gazdasági ügyekért felelős alpolgármester azt mondta, 1 milliárd fölötti összeget szeretnének a Pécs-Pogányi repülőtérért. A politikusok azt mondták, várhatóan 1 és 2 milliárd között lesz a vételár. A megyei önkormányzat elnöke azt mondta, Baranya kiszabadulhat abból az zárt helyzetből, ami jellemzi közlekedési szempontból. Az M6-os meghosszabbítása a határig majd további közlekedési fejlesztések enyhítenek ezen. A Mohácson épülő új közforgalmú kikötő, de az M60-as autóút Szigetvárig történő megépítése is majd mind ennek a fontos fejlesztési programnak a részei, és nagyon bízunk benne, hogy a több éves előkészítő munka eredményeként a kormányzat partnerségében megvalósuló és újjáéledő Pécs-Pogányi regionális repülőtér is mind ahhoz járulnak hozzá, hogy ez a bezártságunk itt Baranya megyében ez csökkenjen. Ezekkel a fejlesztésekkel, köztük a repülőtérrel olyan gazdasági kapcsolatokat lehet kialakítani, ami befektetőket, cégeket hoz a megyébe. Ez pedig újabb munkahelyeket jelent. A megyei fejlesztési biztos pécsi önkormányzati képviselő azt idézte fel, hogy mennyibe került a baranyai megyeszékhelynek a reptér fenntartása haszon nélkül. Ez a repülőtér 15 évvel ezelőtt lett átadva, és ez alatt a 15 év alatt körülbelül 1,5-2 milliárd forint működési támogatást kapott a város polgáraitól, a város költségvetéséből. Azonban ez alatt a 15 év alatt nem sikerült azt a fejlesztést lebonyolítani, amire szüksége van ennek a reptérnek ahhoz, hogy valóban gazdaság élénkítő szerepe legyen, hiszen ez talán a legfontosabb célja. A kifutópálya meghosszabbítását kell elvégezni, hogy nagyobb gépek fogadására is alkalmas lehessen a létesítmény, mondják a szakemberek. A politikusok azt mondják, 10 milliárdos nagyságrendű fejlesztésre lehet számítani a megállapodás esetén, ami akár már most decemberben létrejöhet. A légikikötő állami megvételét támogatja a paksi bővítésért felelős miniszter is, aki szerint az erőműhöz köthető cégek vezetőinek, munkatársainak, de akár áruszállítóinak lehet gyors és kényelmes a repülős összeköttetés.